Sziasztok! Mozikban Stephen King egyik legjobb regényének az Aznak az adaptációja. A félelmetes bohóc álomfutását egyszer már megfilmesítették, ám most kicsit felmelegítve újra tálalják nekünk a történetet. Ennek apropóján összeszedtem kedvenc filmjeimet, melyek valamilyen King mű alapján készültek. A lista szubjektív és csak nagy játékfilmek szerepelnek majd, ráadásul nem is az adaptáció minősége, inkább a film színvonala volt a befolyásoló számomra. Szóval nézzük is, top 10 Stephen King mozi. Bryan Singer rendező, aki az X-meneket dirigálta meg a közönséges bűnözőket, készítette el az Eminence című King adaptációt. Egy fiatal srác zsarolni kezdi idős szomszédját, miután véletlenül megtudja a férfiról, hogy náci háborús bűnös. Ian McKellen és Brad Renfro kettősen nagyon jól működik, izgalmas kis kamaradarab ez. A kedvencek temetője regényként ütött igazán nagyot nekem. Az adaptációnak ráadásul van egy ilyen nagy adag B-mozi hangulata. Az indián temetőbe elföldelt halottak visszatérnek, a halál témaköre van hát körbejárva, a kis Cage elég ijesztő, hát Zelda is okozott pár álmatlan éjszakát annó nekem, szóval lehet csak nosztalgia, de nekem listában a helye. A Dolores Claiborne nem egy horror, inkább egy krimi dráma. Családon belüli erőszak áll a középpontban. Egy anya, hogy védje gyermekét és saját magát, megöli a férjét, illetve a gyilkosság vágya alól kell tisztára mosnia magát. Egy nagyon emberi dráma, könyvben is nagyon tudom ajánlani. Erős darab, szívemarkoló, ez a filmre is igaz. Kathy Bates pedig itt is remekel. Frank Darabont tud Kinget rendezni, ez bizonyította többször is, a köd is jó kézbe volt nála. Maroknyi ember szorul egy szupermarketbe, ugyanis a leereszkedő ködben furcsa lények gyilkolnak odakint. A bentmaradtak azonban még sincsenek talán olyan nagy biztonságban, az emberek olykor rosszabbak, mint bármilyen lény, a film fináléja pedig, hát külön megér egy misét, sokkoló. És akkor Kathy Bates még egyszer. Egy író balesetet szenved, és mit ad Isten, egyik legnagyobb rajongójához kerül, lezárva a világtól, mindentől. A rajongó pedig, mint tudjuk, nagyon rossz állatfaj, és bizony ki tud kelni magából, hogyha a rajongásának tárgya nem olyan, mint amilyet ő szeretne. Az író és olvasó közti viszonyt parázsképként festi le nekünk King. Majd jön egy kis telekinézis, a nővé érő iskolás Carrie történetét Brian De Palma vitte vászonra. A Carrie című könyv volt King első igazi nagy áttörése. A visszahúzódó lánynak furcsa képessége kezd el kialakulni, mely felett egy idő után nem tud már uralkodni. Iskolás és otthoni zaklatás, kamaszkori problémák, Carrie White-a sok tini tud azonosulni, és szerintem titkon nagyon sokan szeretnének ilyen képességet is. King nagyon ügyesen ábrázolja a felnőtté válás hajnalát, mikor a gyerekek felnőttél érnek. Az I'm Alien című darabban is ezt kapjuk, ahol gyerekek szembesülnek halállal, az élet fontos problémáival, egymással és magukkal. Rob Reiner készített nagyon hangulatos, melankolikus filmet ebből, mert a gyerekkor fontos és meghatározó mindenki számára. Az ekkor szerzett pillanatok örök emlékek maradnak, mint ahogy ez a film is. Bár King nem igazán rajongott Kubrick filmjért, sőt, kifejezetten nem tetszett neki, pedig ez az alkotás jó bizonyíték arra, hogy valami akkor is lehet jó, hogyha nem annyira hű az alapanyaghoz. Jack Nicholson baltával veri az ajtót, a kisfiú redre mozik össze-vissza, a furcsa ikerpár kislány jelenik meg itt ott, a fürdőkádból is egy szlottyat mesztelen nő kerül elő, a hangulat végtelenül parás, lehet King nem szereti a filmet, én másképp vagyok ezzel. Most az első négy helyzet közül kb. Bármikor bármelyik lehetne az élen is, most az ezüstöt nálam a halálsoron viszi. Frank Darabont mozia kivégzésre váró elítéltekkel, illetve fegyőreikkel, csipetnyi misztikummal, John Caféval, mint kávé, csak nem úgy írják, nagyszerű Tom Hanks-el, hosszú játékidővel, klassz hangulattal szórakoztatja a nézőket. A végére pedig egy jó nagy adag drámát is kapunk. Szuper film, melyet kb. Bármikor szívesen előveszek. És ugyanez igaz a Remény rabjai című alkotásra is, hogy az IMDb szerint ez minden idők legjobb filmje, arról lehetne vitázni. Tény, ami tény, egy nagyon jó filmmel van dolgunk, mely klasszikus elemeivel örök darab. Úgy klappol minden, ahogy csak klappolhat egy filmben. A sztori, a hangulat, a szereplők, a végső fordulat, tényleg minden a helyén van. Bele lehet kötni itt-ott, kicsit túl szentimentális, stb. Stb. Ez ugye ízlés dolga, plusz ezek már tényleg csak kis csipkelődések lennének. Nos, nekem ezek voltak a kedvenceim, persze jó sok film kimaradt megint.
A sorozatok is vannak jók, nemrég fejeztem Bond be a 11-22-63-at, mely a Kennedy merényletet megakadályozni akaró James Franco időutazó sztoria. Meg hát bizony van nagyon sok könyv, amit érdemes tőle elolvasni. Olvassatok is, amennyit csak tudtok, ha lehet. Plusz várom, hogy mi a ti kedvencetek, írjátok meg kommentbe, hogy ti miket szerettek, akár film, akár könyv. Miket olvastatok, miket láttatok, mi hogy tetszett, mi a ti toplistátok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon jó mozizást kívánok mindenkinek. Olvassatok sokat, nézzetek sok filmet, sziasztok!